Minecraft, de lehet kereskedni a mobokkal. Ebből mit mondom, hogy kell kivinnünk a Minecraftot, hogy a mobokkal fogunk tudni kereskedni szuper erős OP itemeket. Vajon meg fogjuk tudni venni az összes ilyen szuper tárgyat, illetve el fogunk tudni jutni így a sárkányig? Ez a videó végére kiderül. Ahhoz, hogy tudjunk majd kereskedni a mobokkal, szükségünk lesz egy új itemre, és hála az égnek itt egy falu, mert ahhoz emerald is fog kelleni. De azért egy kőszetet csak összeszedek, mielőtt lemegyek a faluba. Jött is a szokásos facsárkány, amit itt megcsinálnak, és újt a hegy oldalban majd ki tudunk szedni követ, szóval lemegyek oda. Megpróbálok innen beugrani a vízbe. Hát ez nem volt egy túl jó kezdés. Jó, mindegy, igazából a cuccaink megmaradtak. Az alapkőszettünk meg is van. És hát akkor nézzük ezt a falut, nagyon remélem, hogy lesz itt sok falus, meg nem lenne rossz egyből emeráldot lootolni, de hogyha nincsen, az se probléma feltétlenül, mert akkor majd csinálunk egy íjászós falusit, és annak eladunk majd botokat. Hú, ott viszont van templom, hát mondjuk ez számunkra most jelenleg felesleges, úgy pedig van kaja. Bár hogyha ez amúgy is egy ilyen kereskedős videó, akkor lehetséges, hogy az enderpörlöket majd egy klerik falusival fogom megszereztetni. Új, itt van egy falusi. Hú, és itt van még több kaja, meg egy falusi, ez majd jó lesz nekünk íjászósnak, akár ja, amúgy itt van rengeteg szalmabál, aminek lootolom ki ezeket egyáltalán. Meg egy ágyat is elhozok azért. De ahogy nézem, itt emeráldot nem igazán találtam egyik épületben sem. Úgyhogy mindenképp kénytelenek leszünk csinálni egy ilyen íjászós falusit, ahol viszont sóderkének kerestem, de ott látok valami szakadékot, úgyhogy itt biztos lesz valamennyi. Meg vas is, ez végül is nem jön rosszul. Na és itt van is sóder, viszont kéne szerintem legalább három ilyen íjászós falusi majd a jövőben, hogyha kiszedek szerintem sok flintet. 6 darab szerintem elég lesz, mert abból kijön 3 darab íjászós asztal, meg amúgy jó sok fát is kéne majd gyűjteni. És szerencsére pont ott van egy erdő, ami amúgy nagy mázli. De amúgy most is kéne egy ilyen kezdőmennyiségű fa, úgyhogy amit van a falu körül, azt is kiszedem. Meg is csapszolom az első három íjászós asztalunkat. Pont estedik, ami azt jelenti, hogy a falusiak nem vennének nagyon fel foglalkozást. Ez a klerik, ez nagyon jól fog majd nekünk jönni. Ki addig szerintem megöl. Nem is ölöm meg az Iron Golemet, majdnem megöltem ezt az Iron Golemet, rájöttem, hogy fogunk tudni majd vele kereskedni, tehát nem szabad. És elvileg, igen, fel is vette az íjászós foglalkozást, hogy el tudunk már neki adni botokat. Na, és adtam neki, most van már 2 emeráldunk, és akkor lekraftoljuk az első custom itemünket ebben a videóban, ami egy nagyon-nagyon fura és egy kicsit ilyen vicces item lesz. Láthatjátok most a kezembe. Ez egy ilyen kereskedő slot item, nagyon fura. Tehát ez tulajdonképpen a falusiak kereskedéséből kivágott egy ilyen fura item. És elméletileg, hogyha ezt az itemet rádobjuk egy mobra, például erre a csirkére, akkor ez átváltozik egy ilyen kereskedhető csirkévé, és hogyha rákattintunk, akkor tudunk vele custom itemeket kereskedni. Meg persze ilyen alapvető dolgokat is, tehát egy emeráldért kaphatnánk 4 csirke, most az se rossz, viszont ezt nézzétek, itt 4 emeráldért tudnék venni egy ejtőernyőt. Az a baj viszont, hogy ez a csirke ez el tud menekülni, hogy és nagyon gyors valami. Ja, mi történik azzal a csirkével? Ne, őt most elvesztettük, nem baj, még van 3 darab ilyen trading itemem, meg úgyis fogok tudni még egy csomót csinálni, viszont most első körben sokkal több emeráldot kéne, hogy szerezzek. Mert hát láttátok, hogy az ejtőernyő is 4-be került, meg az enderpörlöket ez a videóhoz is majd úgy akarom megvásárolni. Úgyhogy tényleg rengetegre lesz szükségem, lehet jobb lenne majd valami erősebb baltát is csinálni, mert ez így egy örökké valóság lesz. Ja, most van 4 stack botom, ebből elméletileg egy rakás emeráldom, ha 9 darabot tudtam szerezni, ami azt jelenti, hogyha most kidobom ennek a csirkének ezt a trading itemet, akkor meg tudjuk vásárolni az első egyedi itemünket, amit használni is tudunk valami fontosra, ez pedig az ejtőernyő. És elvileg, hogyha ezzel leugrok, ezzel itt tudunk repülni felfele, és utána pedig ameddig a kezünkbe tartjuk, addig lassan zuhanunk. Szóval, hogy elengedem, akkor gondolom, igen, akkor ez van. Ez egy nagyon-nagyon hasznos item, annyi igazából a hátrány, hogy a kezünkbe kell tartani, meg nem látunk túl rendesen, de ezzel konkrétan, hát nem teljesen repülni, de valamennyire tudunk repülni. Elképesztően király, ez nagyon tetszik nekem, és ezt mind csak egy datapack-kel oldották meg. Na de a következő mob, amivel nagyon-nagyon szívesen kereskednék, az egy Iron Golem, és nézzük, hogy ez mit árul vajon. Nem tudom miért, de a Vas Golem valamiért nem akar velünk nagyon kereskedni, akárhogy kattintgatok rá össze-vissza. De sikerült, viszont előről nem lehet rá kattintani, csak így alulról, tehát most bezártam ide, és tudunk vele kereskedni. Miközben tudnánk egy emeráldért 3 vasat venni, ami amúgy tökre megéri, meg 4 emeráldért egy ilyen vas kilövőt. Na erre nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, ez egy ilyen pisztoly tulajdonképpen. Nem tudom, hogy ez pontosan mit csinál. Ó, vasat tudunk vele kilőni, és nem is kell bányászni, mennyi vas! Úgy nézem, ez sokat is sebez, meg robban, meg minden. Úgyhogy érzem, hogy a sárkány ellen elég jó lenne, hogy fú, de OP ez. Nem is tudom, hogy az ejtőernyő vagy ez az új pisztoly a jobb iteme, de az biztos, hogy most egy full vasszetet azonnal tudok is csinálni. Ami azért is különösen jó, mert most tudok csinálni így már vasbaltákat, amiket gyorsabban fog tudni fát szedni, amit el tudunk adni emeráldért, úgyhogy az egész folyamatot felgyorsítottuk most. Meg szerintem nem is csak baltákat, hanem csinálok egy teljes vaseszköztárat. Ezeket a régi kőeszközöket pedig kidobálom, és igazából a nyers vasra sincs más
szükségem, nem fogom én ezt kisütni külön. És amúgy most eszembe, hogy ha találnánk tököket, akkor tudnánk tulajdonképpen végtelen vasgólemet csinálni, ami az Ender Dragon ellen nagyon jó lesz. De amúgy itt a falu mellett rengeteg állat elérhet, és a következő mob, amivel lehetne kereskedni, az a bárány lenne. Na nézzük, ő mit árul nekünk. Nem tudom, mi az item, amit árul itt most nekünk, viszont nekem nincs 4 emeraldom rá, kéne még szerezni, hogyha megpróbálom ide betemetni, és akkor visszajövök. Jaj, ne, pont kiszakadt. Jó, mindegy, van egy olyan érzésem, hogy ezt a bárányt már elvesztettük, nem baj, majd csinálunk újat. Szóval ahhoz, hogy még több emeraldot szerezünk, ahhoz kéne még több fa, úgyhogy elrepülök ebbe a közeli erdőbe, mondjuk repülve közlekedni nem annyira jó, mert futva gyorsabbak vagyunk szerintem. Úgyhogy ezt az ejtőernyőt ezt nem éri meg csak úgy mindig használni. Rendesen kivágtam ezt az erdőt, gyűjtöttem több mint 5 stack fát. Na ebből annyi emerald lesz, hogy az valami hihetetlen. Olyan sok botot fog tudni eladni a falusiaknak, hogy legalább 3 íjászós falusira lesz szükség, de lehetséges, hogy még ez is kevés lesz. És most már, hogy van elegendő emeraldom, meg tudom vásárolni ezt az ilyen bárányos itemet, ami nem tudom pontosan mit fog csinálni. Ez tulajdonképpen egy bárány száj, és azt írja, hogy jobb kattoljak, amikor a fűben állok, és micsoda? Tudom ennek mi értelme lehet. Valószínűleg ez feltölti a kajánkat. Szóval tulajdonképpen, hogy a fűben állunk, akkor végtelen kajánk van innentől kezdve. Ez amúgy nagyon OP. Először azt hittem, hogy ez valami haszontalan tárgy, de nem, most jöttem rá, hogy ez nagyon király. Na de végre az íjászós falusiak megint újra töltötték a trédjeiket, úgyhogy a maximális emerald mennyiséget meg tudom itt szerezni, ez az. Sőt, már az áraikat is csökkentették, már csak 31 botba kerül egy emerald. És mindig nem adtam el neki az összes fámat, de már 64 emeraldom van mi. Hát így konkrétan bármit megszerezhetnénk már szinte így a játékban. Ugye a malacokkal vajon lehet kereskedni? Ezt most igen, a malacokkal is lehet, na nézzük, ő mit árul. Mi? Ez egy malac kard? Na jó, ezt nem tudom micsoda. Hogyan néz ki ez a kard? Van egy ilyen malacfej rajta, viszont azt írja, hogy ha ezzel ölünk meg mobokat, akkor azok dobnak kaját, ami nagyon-nagyon jó hangzik. Illetve amúgy hetet sebez, tehát kicserélem erre a vaskardra, mert sokkal jobban, ne? Na próbáljuk ki, megölöm ezt a bárányt ezzel a malac. Mennyi kaját kaptam, és milyen jó kajákat még hozzá. Mindenféle sült húsokat, meg ilyeneket kapunk össze-vissza. Viszont maradok egyedül a kenyérnél, mert nem akarom, hogy ilyen random cuccokkal beteljen az inventorim. Viszont az előbb amúgy találtunk ott az erdőbe teheneket, hogy kipróbálom, hogy hát azokkal is lehet kereskedni. És ahogy nézem, nem. A tehenekkel nem lehet sajnos. De olyan sok emeraldom, hogy ülök vele, hogy elviszem a kleriket egy olyan szintre, hogy enderpörlöket tudjunk tőle vásárolni, és lehetséges, hogy azzal már nem is kéne ebbe a videóba foglalkozni. Itt a következő szinten lazuritot kell tőle venni rengeteget. Ez most mekkora pazarlás. Oké, pedig 3 emeraldokért kell tőle glowstone-t venni, ez még rosszabbul esik. És most nem mondott komolyan, hogy pont nem árul enderpört. Ez óriási bal szerencse, mindegy, amúgy szerintem vagyunk bőven elég erősek ahhoz, hogy lemenjünk a nedőrbe, úgyhogy akkor szerzek először blaze rudakat. Persze, hogy kéne egy vödörvíz, amit most meg is kraftoltam, meg egy flint and steel, ami érzem, hogy pont van elegendő cuccom. És keresek egy lávatalat, viszont ennek a falunak mindenképp elmentem a koordinátáit, mivel valószínűleg visszatérek majd ide. Hát lávatalat egyelőre nem találtam, de itt egy creeper, és ki akarom próbálni, hogy lehet-e ilyen mobokkal is kereskedni. Igen, lehet! Viszont nem tudom, hogy így meg... támad. Á, ugyanígy felrobban! Nem is tudom, hogy akkor hogyan tudnánk vele kereskedni! Gyorsan, gyerünk, megveszem a creeper csákáit, oké? Okay? Vagy nem tudom, hogy ez most mi alapján működik, de az előbb nem robbant fel, pedig fel kellett volna neki, viszont azt írja a creeper csákány, hogy ha kiütünk vele blokkokat, akkor azok felrobbannak, és mi nem is sebződünk benne. Ez amúgy nagyon jó, mert így nagyon jól lehet bányászni. Mondjuk a páncélunkat sebzi, de végül is van végtelen vasunk. Meg úgy milyen jól néz már ki, egy ilyen creeper fej van a tetején. Jó, mindegy, lávatavat továbbra se találtunk, ami a legfontosabb lenne jelenleg. Összeszedjük megint ezt a bárány száját, most le van menve a kaján. És igen, tényleg feltölti a kajámat a füves blokk. És itt egy zombi, ezt is ki akarom próbálni, hogy tud-e kereskedni, hát ahogy nézem, nem. Akkor ezt csak simán megöljük. Jó, és... Aha, ahogy nézem, a skeletonnal is lehet kereskedni, viszont folyamatosan lő minket, és kapunk valami nem tudom milyen íjat, de azonnal el kell tűnni minden, mert még a végén megöl, mert már nincs sok életem. Na ez azt írja, hogy ez valami gépfegyver íj, és nem tudom... Úristen, de erős! Hát ezzel szét fogjuk tudni spammelni az összes mobot, ami velünk szembe jön, de itt egy Enderman, az Enderman még nem próbáltam ki. Ahogy nézem, az Endermanen nem lehet kereskedni. Nem baj, az Ender pörjeire mindenképp szükség lenne. Viszont amúgy nagyon jó lenne, ha lehetne vele kereskedni, mert akkor elméletileg lehetne tőle Enderpört venni. Jaj, ne, nem ástam meg magam eléggé! Most nagyon közel volt a halál. És dobott Enderpört, ezt megérte megölni. Amúgy ez a malackar nagyon idegesítő, mert mindig megtelíti az inventorimat random kajákkal, amikre nincs is annyira szükségünk. Ja, hogy aranyrépákat is kapunk, jó, akkor ezt visszaszívtam, így azért ez elég. Jó, hogy itt van még egy falu, jó erre, amúgy akkora szükségem nincsen jelenleg. De ott van tök, az nem rossz viszont. Azért nem alszom amúgy direkt, hogy ellenséges mobok le tudjanak spawnolni, és ki tudjam próbálni mindegyikkel a kereskedést. Ez itt azt hiszem egy újabb templom, ami azt jelenti, hogy lesz itt egy újabb klerik falus, szóval megpróbálhatnánk megint enderpört szerezni. De így viszont már alszok, mert nem akarom, hogy a falusiak meghalljanak.
magának. Egy ólót viszont craftoltam, mivel az összes tököt így kiváljam, hogy azonnal meg tudjuk majd építeni az Iron Golemeket. Viszont, hogyha ki akarjuk maxolni ezt a cleric falusit is, akkor úgy szintén megint rengeteg emeráldra lesz szükségünk, de azért elkezdem. Persze semmi szükségem nincsen a restore-ra meg a lazuritra, minden jön, de hát most kénytelen vagyok megvenni, és ki is fogytunk. Ez azt jelenti viszont, hogy akkor rengeteg fát kell megint vágnom, meg kell csinálnom megint ilyen íjászós falusiakat. És most még két ilyen íjászós asztalra van kovakövem csak. És nincs is most amúgy sajnos olyan sok fám. Most egy plusz 21 darab emeráldot tudtam szerezni, de nem baj, mert ez már szinte elég lesz arra, hogy felvegyük a következő szintre ezt a falusit. Igen, hát glowstone-ból még nem tudunk eleget venni, már csak egy pár emerált kéne, és akkor meg tudjuk nézni, hogy árul-e majd Ender Pearl, mivel ez a következő trade-jénél derül ki. Úgyhogy vágok még több fát, úgy érzem, ez a challenge ez nagy részt ezzel fog eltelni, hogy fát vágok. Kiszedtem még egy 3 stack fát, viszont van egy olyan érzésem, hogy még ez is kevés lesz sajnos. Hát ez 51 darab emerald, ami gyanúsan kevés lesz, úgy érzem. Valamint először reménykedjünk benne, hogy egyáltalán fog Ender Pearl árulni ez a falusi, gyerünk, kérlek, kérlek. Igen, ez az árul, és mindössze 4 emeraldért, ami azt jelenti, hogy már itt 11 darabot tudtam venni. Szóval elvileg már csak egy pár darab emerald kell, és akkor van bőven elég erre a videóra, ez az nagyon-nagyon most örülök. 2000 years later. Plusz 2 stack fa viszont már csak elég lesz. Ez így 34 emerald, ebből meg tudom venni a megfelelő mennyiségű Ender Pearl-t, és lesz még arra is amúgy, hogy tudjunk később kereskedni más mobokkal, hogyha találunk olyat még. És ne, felvitte 6-ra az árat, jó mindegy, veszek azért még 4 darabot, így már csak 10 emeraldon maradt, viszont elméletben ennek is elégnek kell lennie majd. Viszont most már nagyon-nagyon kéne találnom egy lávatavat, úgyhogy most ezt helyezem előtérben. És nem mondod, hogy ez most még egy falu, de nem, szerintem ez az előző pont. Mi akkor most mentem egy kört? Nem mentem egy kört, ez megint egy új falu, mennyit találok mostanában, úristen? És találtam egy lávatavat nem messze az előző erdőtől. Flint and Steel-t azt már csináltuk, mert meg volt hozzá megfelelő mennyiségű anyagunk, úgyhogy szerintem megyek is le. Jó, nem tudom, itt hagy, mondjuk végül is az ágyamra nagyon nem lesz szükségem a netherbe, úgyhogy csak rakok ide egy spawn pointot, mert miért ne? Csak úgy a biztonság kedvéért. Habár ilyen itemekkel kis esélyt látok, hogy meghalljunk, hiszen bármerre el tudunk repülni. Csak figyelni kell arra, hogy az ejtőernyő mindig a kezembe legyen. És egyből látok pigmeneket, ami tök jó, mert amúgy megpróbálhatnánk velük kereskedni. Még egy zombi pigmennek kidobok egyet, nem, ezzel nem lehet. Nem baj, közös szerintem eljövök ebbe az irányba fortress keresni. Meg itt vannak hognilok, jó, ezekkel mondjuk biztos nem lehet kereskedni. Azért próbát megér, és igen, ténylegesen nem lehet. Jaj. Jó, itt egy piglin, és hát ne vele se lehet. Mondjuk ez logikus, hogyha belegondol, jó, majdnem megölt. Mivel a piglinek kell végül is alapból is lehet barterkedni, úgyhogy felesleges is lenne berakni ezt a funkciót. És mit látnak szemei, ez az egy fortress, jó, mondjuk ez nagyon-nagyon sokat kellett utaznunk. És ott van rengeteg blaze, szóval meg akarok próbálni a blaze-ekkel is kereskedni, mert látok rá relációt, hogy amúgy velük lehet majd. Mondjuk megpróbáltunk a videoszkeletonokkal is kereskedni, nem velük se lehet. Viszont ezzel a gépfegyver így, ha nagyon könnyen le tudom szedni az összes blaze-t innen, meg minden más mobot is. Ne! Véletlenül meglőttem a pigmeneket ezzel a gépfegyverrel. Most már viszont szuper veszélyes ez a fortress, és nem tudok innen sehol se kisz. Ne! Úristen, ez a végzetes hiba volt, nem baj, legalább itt van még egy blaze spawner. Meg kéne próbálni kereskedni velük, hát ide lesz spawn, megpróbálok ide ledobálni pár ilyen. Jaj, ne, így el fog égni. Oké, gyorsan innen felszállok. Megütni ezeket a pigmeneket életem hibája volt, emberek. Mindezt a gépfegyverrel leszedem az összes blaze meg pigment, és utána építek egy ilyen platformot az egész felé. Ez méghozzá azért lesz jó, mert akkor nem tudnak felszállni a blaze-ek, és akkor megpróbáltok velük kereskedni, mert csak lehet. Itt van egy blaze. És ráadottam, és tényleg lehet velük kereskedni? Jújjúj, óvatosan, gyorsan. Jaj, az a baj, nem tudom, melyiket adtam be olyan kereskedhető bléznek, jaj ne. Nem baj, ezt beadom megint, oké, kereskedjünk, gyorsan megveszem ezt a pálcát tőle. Nagyon sokat sevez. Mindegy, visszajövök ebbe a kis bunkerembe, és betemetem magam, és megint felregenerálódok. Aha, ez egy ilyen tűzgolyó pálca. Ezzel nem tudom pontosan, valószínűleg tűzgolyót le. De méghozzá milyen tűzgolyókat? Ez elég rendesen robbant, és ahogy nézem, spamelni is lehet viszont. Ez nagyon OP. Na mindegy, most már leszedtem az összes blézt viszont. Most már csak blézudak lenne szükséges, ezt pedig le kéne szednem az összes blaze-t, ami itt van, de minden fel van gyújtva egyrészt. Még ezzel a gépfegyverrel is ez egy nehéz feladat. Meg is van a 8-zal a blaze-udam, ami elegendő lesz, mert ennél több Ender Pearl-em amúgy sincs, hogy most vissza kéne menni a portálomhoz, aminek szerencsére lementettem a koordinátait, de nagyon messze van, vagy 1500 blokkra. Mondjuk olyan szempontból előnyünk van, hogy azért tudunk repülni ezzel a cuccal, úgyhogy viszonylag hamar otthon leszünk. És mehetünk is haza. Craftolok szerintem egy 10 IO Fendert első körbe, hogy megkeressük a portált, nézzük merre lesz, abba az irányba kell indulni. És nézzük meg, hogy jó helyen vagyunk-e, már egy picit arrább száll, tehát már kezdünk jó helyen lenni. És most elkezdett már lefele szállni, ami azt jelenti, hogy jó helyen vagyunk. Lássok szépen magam alatt, hogyha lávába esnék vagy bárhova, akkor csak gyorsan átmennék az ejtőernyőmre, és semmi bajom nem lenne. Micsoda, itt egy stronghold, de mellette egy ruined portál, és egy ruined portál el van dőlve. Nem is láttam még itt a föld alatt ilyet. Na mindegy, végül is a lényeg megvan. Úgyhogy most már csak magát az end portált kell megtalálnom. Meg is van a portál. Jaj, csak sok a silverfish, gyerünk, gyors kiütöm a spawner. Oké, ezek a silverfishek megállíthatatlak, ne? De túl sok van, túl sok van. Lebontok ide egy ilyen biztonságos részt, ez a legjobb. Oké, most menekült.
néztem meg. És ahogy nézem, ez az Ender szem mennyiség nem elég, még kéne 4 darab. Úgy néz meg is craftolom, még marad egy Ender pearlünk, ami pont jól jöhet, és mehetünk is. Jó, hát igazából az Ender pearlre semmi szükségem nem lesz, mert van egy ejtőernyőm, szóval a sárkány akárhányszor fellök, nem fogunk meghalni, sőt, instant fel tudok repülni a kristályokat, de pillanatra elengedem, kilövöm a kristály, gyorsan el is ejtőernyőre visszaváltok. Oké, és nem tudom, hogy amúgy ez a szuper íj, ez milyen távolságban. Eléggé messzire is el lehet lőni, olyan messzire nem tudom. Igen, megvan az a kristály, és ami azt jelenti, hogy ez tulajdonképpen korlátlanató távú, viszont azokat a kereteszes kristályokat szerintem, jaj, viszont most meglőtt a sárkány. Szóval akarom mondani, ezeket a kereteszes kristályokat szerintem csak ezzel a tűzgolyóssal fogom tudni leszedni, nagyon jó, azt is innen, ez az. És ahogy nézem, ez nem csak egy tűzgolyót lő ki, hanem ötöt egyszerre, csak a középső az, ami robban, ez milyen király már. Ezzel a vas pisztolyjal pedig nem tudom, hogy ezzel egy ilyen vasblokkot lövünk ki. Amúgy nem lenne rossz, hogy lövöldözni ezzel a vas pisztolyjal párat, és építeni egy Iron Golem hadsereget, ha már itt vagyunk. Ez 51 vasblokk elég is lesz, mert csak 12 tök fejünk van. És akkor készület, és az Iron Golem hadseregem 6-ot leszpannolok ebbe a sarokba, és még 6-ot erre az oldalra, és ahogy nézem, már egyből meg is indultak az Ender meleg felé, ami nagyon jó. Így sokkal biztonságosabb sárkányharcunk lesz. Én pedig addig közben kényelmesen kilövöldözöm az összes többi kristályt. És az is megvan, és az összeset kilőttem, ez nagyon-nagyon gyors volt. Amúgy viszont arra leszek kíváncsi, hogyha lerakok ide egy-egy blokkot, és használom ezt a Creeper csákányt, és ezzel kiütöm majd az egyik blokkot, akkor a sebzi a sárkány, de ilyen nagyon-nagyon. Ja, ahogy nézem, hogyha ezt ütöm ki, azzal nem is robban semmi, viszont ó, igen, akkor Endstone-t kell kiütnem. Meg közben amúgy nem ártal egy új páncél, mert lerobbantottam már magamról az egészet. És száll is le a sárkány, ahogy nézem, a feje az ebbe az irányba áll, és hát egy picit robbantottam csak bele, úgyhogy nem ez a legjobb taktika. Nem baj, megpróbálom eltalálni ezzel a tűzgolyós pálcával, na ezzel már elég rendesen sebzek bele azért. Nagyon jó. Az ilyen nem tudom sebezni nyilván, mert le van szállva most jelenleg. Viszont ezzel a tűzgolyóssal egészen könnyedén el tudom találni akkor is, amikor a levegőben van, mert viszont nagyon ható táv. Viszont nagy területen sebez. Szóval most tulajdonképpen igazából spammelem és próbálom eltalálni a sárkányt. Viszont nagyon kell vigyázni, hogy az Iron Golemeket ne találjam, mert akkor megtámadnak és azok egy pillanat alatt megölnek. Gyerünk! Nem hagyhatom, hogy leszálljon a sárkány, még a levegőben akarom ölni. Vagy megpróbálom inkább ezzel a gépfegyvernyi lövöldözővel ölni. Igen, ez az! Ennyi volt. Ez egy nagyon egyszerű sárkányharc volt, mert szuper erős eszközeink voltak. És most így beleszállok a szétpukkaró sárkányba. Hú!